Szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez az előadás, mivel kivitelezésre dolgozom 44 éve már, erősen kivitelezés-centrikus lesz. A tudományos oldalt az előbb előadásban azt gondolom a diagnosztikáról, meg a régi tetőinknek az értékelésére, a felülvizsgálatára teljes körű lehetőséget kaptunk a megismerésére. Az élet ugye, amikor kint vagyunk a fronton, ahogy szoktam mondani, egy kicsit a tudományos oldal mellett sokkal, úgy mondom, egy kicsit nehezebb, meg hétköznapi, meg sok egyéb nehézséggel jár. Ugye amikor eljutunk oda, most a kivitelező oldalról mondom, akkor eljutunk oda, hogy egy feladatot meg kell fogalmazni, és ugye most kifejezetten a tető felújításokról szól majd az előadás, akkor ugye előről kell kezdenünk a dolgot. Az előről kell kezdeni azt jelenti, hogy ugye mivel is kezdjük. Hát ugye azzal kell kezdenünk, hogy tisztáznunk kell, hogy mit várnak el tőlünk. A megrendelői oldalunk általában ugye itt a két kis fotó is mutatja, van egy megrendelő, aki nem mondom, hogy felveti a pénzt, de ő abból a pénzből szeretné ezt a felújítás dolgot finanszírozni, és van egy vállalkozó oldal, aki nem magamra gondoltam itt szembe, akinek a dollárkarikák ugye a szemében fölcsattannak, és na ez mekkora üzlet lesz. Néha úgy egy-egy felújítás nem is az üzletről szól, én a magam részéről inkább szakmai kihívásoknak nevezném a tetőfelújításokat. A tetőfelújítások kategória az kicsit több, mint egy hagyományos újépítésű módszer, rendszer, és mindegy, hogy most egyenes rétegrendű fordított tetőkről, hasznosított tetőkről, vegetációval öltöztetett, felöltöztetett tetőkről beszélek. Ez egy mindig egy kicsit nyomozói feladat. A nyomozói feladathoz ugye nyilvánvaló adottságok és képzettségek vagy képességek kellenek, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy én jól tudjam meghatározni, mit kell tennem, akár az ilyen részletes, amit elhangzott az előző előadásban, részletes diagnosztika nélkül meg kell tudnom fogalmazni a problémákat, meg kell tudnom fogalmazni a tönkremenetel okát, és a megrendelő igényt, hogy mit szeretne a tetőfelújítással elérni, ezeket az elvárásokat be kell illesztenem a vizsgálatomba. Általában azt kell, hogy mondjam, hogy ugye, mivel a piacról beszélek most, és a piacról jövök, azt tudom mondani, hogy nagyon szép a szakmának ez a része, ahol ilyen részletességgel tudunk diagnosztikákat, szimulációkat, egyebeket készíteni. Sajnos ebbe a való életbe való alkalmazásra, vagy a financiális és a piac által használt, hogy mondjam, használatossága azért még nincs ott, ahol lenni kellene. Magyarán mondva, amikor egy megrendelő megkeres bennünket, és van egy X tető szerkezet, ami épült 60, 70-es, 80-as években, mindegy melyikbe, ami általában úgy itt szoktam kezdeni, hogy egy funkcióval bíró épületként megépült. Ugye eltelt közben ez az X 30, 40, 50 év, és ez alatt az időszak alatt ezeket az építményeket, ugye mondjuk azt, hogy szeretné mindenki költséghatékonyan tovább funkciókat adni neki, tehát általában a szerkezet vagy az épületek jó része megmarad, és ebből kell azt az újfajta elvárásokat kielégíteni, amit a megrendelő mint igényként felénk továbbít. Ugye ez azt jelenti, hogy funkcióváltás lesz. A funkcióváltás azt jelenti, hogy működési paraméterek, akár épületfizikai, akár használati funkciók paraméterek, amik annak idején forgatókönyv alapján megépült az épület, azok most átalakulnak. Nyilvánvaló egy ABC-nek, vagy mindegy, minek mondom, kereskedelmi építményként megépült, vagy óvodaként megépült épületből nem fog tudni hűtőházat, meg uszodát se csinálni, és nem csak azért, mert a geometria, meg egyáltalán a funkciók nem nagyon illesztetők bele, hanem épületfizikailag is az építmény, akár most csak korlátozom ezt az egészet, nem a teljes kubatúrára, csak a tetőszigetelésre, az én tetőszigetelésem nem fogja ezt tudni. Tehát vannak bizonyos határok, ha az épületet felújításként meg akarom tartani, akkor vizsgálnom kell azt legelsősorban, most visszatérve végre az előírt vagy a megírt műszaki tartalomhoz,
Azt kell vizsgálnom, hogy azok az elvárt megrendelő elvárásokat be tudom-e illeszteni ebbe az épületbe. Ugyanis ha ez az első vizsgálat, vagy a még részletesebb vizsgálat során az derül ki, hogy azt az új funkciókat, elvárásokat, amit az építménnyel szeretnék elérni, az építmény újragondolásával, újraszigetelésével, és ha nem tudom kielégíteni, akkor sajnos marad az a rossz irány, hogy azt mondjuk, hogy munka ebből nem lesz, de a megrendelő tudni kell lebeszélni arról, hogy amit gondolt ez az építmény, ezeket az elvárásokat nem tudja. Tehát visszatérve, tehát igények meghatározása, ez a elsődleges szempont, a megrendelőkkel ezt tisztáznunk kell, mit szeretne elvárni az új építménytől, milyen új funkciókat kap, beltéri páratartalmakat, beltéri funkciókat, beltéri hőmérsékleteket, gépek, milyen szellőzéssel, nem szellőzéssel, nagyon sok olyan dolog van, amit figyelembe kellene vennünk ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk. Ugye még nem jutottunk fel a tetőre, még nem vagyunk az épület mellett, voltunk a megrendelőnél, megittuk a baráti kávézást, átbeszéltük a jövőképet, és ekkor ugye eljutunk oda, amikor az igényeket meghallgattuk, fel kell állítanom, hogy ahhoz az igényekhez milyen paramétereket, milyen funkcióbeli tudással, műszaki tudással kellene az új szerkezetemnek, amit én szeretnék oda megépíteni, vagy az építményt felöltöztetni, hogy erre alkalmassá tudjam tenni. A teljes körűség vagy csökkentett műszaki tartalmi felítási mód itt felvetődik, ugye, ami összefügg gazdaságossági, költséghatékonysági oldallal is. Ugye a mai világban kicsit túl használjuk, hogy így mondjam, és kicsavarjuk az energiaforrásainkat. Ez igaz bármire, azt gondolom. Ugye az építő anyagok között ugye a hőszigetelések, amely volumen, és egy nagy házon ugye akár 1000 köbméteresek volumen, beépítési volumenről beszéltünk, aminek a gyártási költsége ugye eléggé nem nevezhető igazán, tehát eléggé energiapocsékoló, hogy így mondjam, nem nevező energiahatékonynak. Természetesen van egy pont, amikor ezt kell tudni eldönteni, hogy egy épületet, amikor meglátok és vizsgálok, hogy az a hő- és vízszigetelés és valószínűleg a páratechnikai réteg is, tehát együtt kell kezelnem a rétegrendet, az a későbbi funkcióra, hogy mennyire alkalmas, és melyik tartalomra, műszaki tartalomra vagy műszaki anyagra fogom kimondani azt, hogy szanálás, vagy tudok-e javítani annak a műszaki állapotán. Hogy az előző előadásban is voltak erre vonatkozóan, hogy lehet-e szárítani, lehet-e nedvességet csökkenteni, tudok-e esetleg átmenetileg egy nyomószilárdság csökkenést valamilyen módon visszavarázsolni, hogy újból többet tudjon a rendszer. Ezt mérlegelni kell. A mai építőipari piacon, hogy így mondjam, azért a pocsékolás egy kicsit inkább, hogy mondjam, erőteljesebb, ami azt jelenti, hogy hamarabb mondjuk ki egy anyagra a szanálás szót, mint azt, hogy a megmenteni. És ez egy fontos kérdés. Ugye a tetők diagnosztika most ilyen műszaki mélységekbe és tudományos mélységekbe, ahogy Dániel is elmondta, nem kívánok belemenni. Mi egy kicsit szűkíteni szoktuk, annál is inkább, mert volt már ilyen, hogy szerettünk volna egy komolyabb épületdiagnosztikát elvégeztetni. Ennek a költség, hogy mondjam, a financiális oldala, általában a vevői oldalnak ez a költségsor nagyságrendek azt kell mondjam, hogy nem eladható. Nagyon ritka az a dolog, peres esetekben vagy vitás kérdések esetén eljut ugye egy ilyen komolyabb műszaki vizsgálatig, akár szimulációk készítéséig, ha szükséges, de a való életben kint sajnos eddig a pontig nem jutunk el. Amikor tőlem azt várják, hogy egy új funkciót, akár egy beázásmentes, meg egy energetikailag hatékony épületet szeretnének kapni, most régi épületekről beszélünk ebben a pillanatban, ugye ezeknek a régi épületeknél egy külön teljes műszeres diagnosztikát, laborvizsgálatokkal kiegészített vizsgálatra általában sajnos nincs lehetőség. Ezért maradnak a képességeink, a lehetőségeink, a tudásunk, és ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk ezeket a szerkezeteket, amihez nem árt egy kis múltbeli tapasztalat is, ugyanis olyan anyagokkal találkozunk néha egy-egy feltárás vagy bontás során, amelyek a mai építőanyag listán vagy anyagok között nem tudnak szerepelni, mert már úgymond léglejártak. A 70-es, 80-as években olyan anyagok kerültek ugye beépítésre, hő- és vízszigetelésként, amit a mai piac nem gyárt, és egyrészt nem is ismer.
Amikor ilyen épületeket feltárunk, ugye el kell döntenünk azt, most éppen a fotón egy bitumenes bútorgyártó csarnoknak a nagyon-nagyon régi tetőszigeteléséről van szó, ahol látszik egyébként a baloldali fotón, hogy ez egy fényvédő festékkel kiegészített bitumenes szigetelés, amiről tudjuk azt, hogy ez még abból az időszakból, anélkül, hogy ismernénk a nyilvántartást, mert sajnos ez a legkevesebb, ahogy szokott lenni, adatok, lefűzött dokumentációk, tervek nagyon-nagyon ritka esetben állnak rendelkezésre. Tehát sajnos meríteni abból a lehetőségből, hogy elkérjük az irattárból az építménynek a dokumentációit, és innentől mindent fogunk tudni, sajnos ez nem működik. Marad az a része, hogy a tapasztalat, illetve ha szükséges feltárásuk után keressük az anyagokat, és akkor kell meghoznunk a keresés után, és amikor értékeljük ezt a feltárt réteg, megismert rétegrendet, akkor kell tudnunk eldönteni, hogy mi az, ami marad, és mi az, ami menni kell. Ugye a jobb oldali fotón látszik egy érdekes dolog, ugye ott szinte a 3-4 cm a vastagságot akár már lehet mérni a bitumenes rétegeknél. Ugye egy időben ez divat volt, hogy a legegyszerűbb felújítás az, hogy mindig teszünk rá egy réteget, meg teszünk még egyet, eltelt 10 év, 15-20 év, megint teszünk egyet, és így jártunk annak innen az Erkel Színháznak, annak innen a tetőszigetelését az én vezetésemmel csináltuk annak idején, és hát olyan rétegeket tártunk föl, amely az 1956-os videókon, pont arra a tetőről volt a operatőrnek a kamera állása, hogy szó szerint azokat a rétegeket újítottuk föl, ami még már 56-ban ott volt. Felnyitottuk a tető rétegrendet, volt ahol 8-9 cm vastagság volt, a mindenfajta nem hegeszthető bitumenes lemezeknek, a alumi, talán kátránypapírt is volt, találtunk alul, legalul, tehát volt ott minden. És ugye ez divat volt egy időben, de sajnos ugye ezzel számolni kell, hogy ugye miért nem szerettek a vállalkozók vagy bármi a piac kiszedni, amit ki kellett szedni, a megrendelők sem. Minden ilyen bitumenes bontott anyagnak a hulladék elhelyezése, hát az nem egyszerű. Illetve olyan költségek merülnek fel a bontás, illetve a hulladékhelyezés kapcsán, ami a financiális lehetőségeken túl fog mutatni, és hát azt kell mondjam, hogy kevesen is választották. Ezért, hogy teltek-múltak az évek, híztak-híztak a rétegrendek, de ugye eljött az a pillanat, amikor mondjuk megjöttünk már mi is, amikor azt mondjuk, hogy ezek a bitumenes tetők, azt kell mondjam, hogy tovább hízlalni, akár statikai okok kapcsán is, mert már szinte olyan kilók szerepelnek a födém szerkezeten, amelyet tovább ott tartani nem lehet, illetve ezek az ott hagyott mindenfajta vastagságú, különböző időben molinó vászontól kezdve minden csodát bepakoltak ebbe a rétegrendbe annak idején, ezek a rétegrendek egyszerűen már szinte egy páratechnika vagy épület fizikai számításban szinte a számolhatatlan kategória. Nem is tudom igazán, mi történik közben. Tudom, hogy a rétegek között vannak kicsapódások, tudom, hogy vannak vízlencsék, tudom, hogy van ott minden. Egyszer jártunk így egy felújításnál, talán a Michelin gumigyár volt, hogy ugye a gyakorlat az volt, egy bitumenes tető felújításkor, ha nem szedjük le a bitument, akkor perforáljuk a rétegrendet, amit itt az előadásban, az előző előadásban is volt, vagy van értelme, vagy nem. A régi tudomány szerint úgy gondoltuk, a nagykönyv szerint, hogy ez így jól csináljuk, ahogy csináljuk. A lényeg az, hogy megfúrtuk a rétegrendet, hát ott is több sok centiméter rétegrend volt az új réteg beépítése előtt, egy ficalátétes lemez került be egy első rétegként, és utána egy hegesztető palajnes záró lemez. És a megfúráskor, szál Istennek, egy nagy feszültségű trafóhelyiség volt, a vízlencséket átfúrtuk, és milliós károkat okoztunk a gyárba. Egy ilyen okkal. Ugye ezek a bitumenes tetők, amikor vizsgálnunk kell, mit tudnak. Vannak a PVC, a műanyag lemezes tetőink, mondjuk így, ugye főleg PVC-kről beszélünk, a TPO, FPO azok egy újkornak a tudományából fakadó, gyártási tudásából fakadó termékek, a polielefinek. A PVC-k, ugye ez egy nagyon régi polivinil korid, ugye egy PVC, lágyított PVC vízszigetelések, ugye ez elég régóta, ha jól emlékszem, talán a 60-as évek vége felé volt talán az első tető már Magyarországon, ami PVC-vel készült. Ezeknek a PVC-knek, ugye ez ugyanúgy igaz a bitumenre, minden gyártónak van egy garanciális futamideje, amire a termékre kimeri jelenteni, hogy ez várhatóan az élettartama meddig tart.
Ugye azt is, azzal is tisztában kell lenni, hogy amikor egy gazdasági környezet a piacon, egy gazdasági környezet ad egy lehetőséget a tetőfelújításokra, tetőrekonstrukciókra. Magyarországon nem tudom, egyéb országban jártam sok helyen tető kapcsán is, nem tudom ezt megítélni, de nálunk valahogy a gazdasági háttér kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy a tetők általában túlhordottak. Ez azt jelenti, hogy mint egy kismama, aki 9 hónapra jön az újszülött, de még a tizediknél, vagy annyit azért nem szoktak túlengedni, de mondjuk 1-2 héttel, ezt túlhordásnak hívják, a tetőnek is azt mondom, túl vannak hordva. Tehát ugye általában azt mondjuk, hogy 10-15 év, ugye ezt toljuk kifelé, a gyártók is tolják kifelé ezt a futamidőt, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy találkozunk most is a szakmában, találkozunk 20-25, akár 30 éves tetőkkel is. Van amelyik tető, aminek jól sikerült átgondolni, jó volt a kivitelező, jók voltak a műszaki tartalmak, jó volt összerakva a rétegrend, van amelyik tető képes is volt kibírni. Ugye az, hogy egy tető meddig bírja, egy felújításnak mikor jött el a pillanat, azért több összetevője van. Az egyik összetevő az, hogy az anyag mit tud, amit beépítettem, a másik összetevő az, hogy a szakmaiságot, a kivitelezés közben a kivitelező mennyire tudta betartani. A harmadik meg azok, hogy van, négy van, mert van ugye egy belső igénybevétel, van egy külső, hogy az eredetileg tervezett, műszakilag eldöntött rétegrendhez, amit a beltéri állapotokhoz vagy az igénybevételekhez igazítottam, az menet közben állandónak volt nevezhető, vagy menet közben egy torony iránt nagy változáson ment keresztül. Ettől is függ, hogy az én tetőm mit fog tudni, és azt kell mondjam, a kültéri hatásoktól. Ugye a kültéri hatások, sok fajta kültéri hatással bírunk. Vannak, ami manapság nem jellemző Magyarországon, voltak telek. Ezek a teleknek vannak extrém helyzetei, ez manapság már Magyarországon egyre ritkább. Tehát vannak meteorológiai terheink, ezt most már beszélhetünk az őrült nagysebességű szelekről, beszélhetünk extrém hőmérsékletekről, extrém, ami egyre kevésbé, ugye ez most már nem abban az időszakban vagyunk, de vannak extrém, voltak inkább így mondom, extrém telek is, amelynek az igénybevételeit a tetőn beépített anyagoknak, szerkezetnek tudni kell. Aztán vannak még hatások, ugye sokfajta hatás van. Az egyik ilyen hatás, amikor még a tűzvédelmi fejezetben lehetőségek voltak arra, hogy polisztérohabokat, expandált polisztérohabokat építsünk be. Meg is történtek annak idején, jóval több polisztérohabbal készült tető készült, mint manapság. Könnyű szerkezetes tetők esetén szinte most már eljutottunk a majdnem a lehetetlen kategóriáig, vasbeton födém szerkezeteknél ez még lehetséges. Ez a fotó azt mutatja, hogy a reflexió mit tud csinálni? Ez egy olyan pozíció, ami polisztirol hab hőszigetelés volt a vízszigetelés alatt, és egy olyan reflexió zóna volt, ahol olyan légtechnikai, nagy keresztmetszeti gömete légtechnikai elemeket építettek be, hogy szó szerint megsült alatt a polisztirol. Ugye a polisztirolnak 60-65 Celsius fok körül van a hőállósága, és utána, amikor ezek az extra hőmérsékletek tartósan érik, akkor a polisztirol, mint hőszigetelés megszűnik. Később majd mutatok fotót, ahol a nem megfelelő rögzítés hiányából olyan, mint ahogy szokták mondani, a mosás után a nem jó anyagból épít vagy készített ruhanemű két számmal, három számmal kisebb lesz, de majd ilyet is mutatok. Ez egy fotó arról, hogy a kincén az igénybevételek, amit a tetőre nem méreteztem és nem terveztem, ez egy olyan szűrő általi szennyeződés, amit ugye ez szintén megint úgy megjön a gazdasági környezetnek a lehetősége, hogy a szűrőket, milyen szűrőket építek be abba a technológiai üzembe, aminek ez a tetőszigetelését látjuk, hogy a szűrő a megfelelő hatásokkal működik, illetve a szűrőcserék lezajlottak, avagy nem zajlottak. Sajnos nagyon sok példát tudok, és nem akarok senkit pellengérezni, nagy gyártókat Magyarországon, vagy nagy üzemeket, nagy gyárakat, de a nagyon nagy üzemeknél, nagy nevű üzemeknél sem divat, hogy a tervezett szűrőcserék a megfelelő kihordási ciklus végén cserére kerülnek, és ez azzal jár, hogy ilyenek keletkeznek, és olyan szennyezőanyagok kerülnek ki a tetőre, amelyet a PVC-nk vagy műanyag szigetelésünk
nem igazán szeret. Voltak olyan tetőink, ahol ilyen károkozás kapcsán a teljes PVC visszigetelést, ami még nem jutott el a garanciális futamidejének a végére, teljes körülön le kellett cserélni. Amikor egy tető öregszik, ugye ez egy olyan fotó, ahol látszik a járósáv. A járósáv, ugye tudjuk jól, hogy egy kisebb tudású anyag, amit beépítünk egy PVC műanyaglemez tetőszigetelésbe, és amikor olyan mértékű már az öregedés, akkor elkezd szó szerint így, ahogy látjuk a mellette, a PVC sincs már igazán jó állapotban, erősen lágyító hiányos és erősen struktúrált már a felszíne. Ugye azt szoktuk egyébként, hogy vizuálisan nézzük egy kort, egy látványt, de most már vannak elektromikroszkópok is, már vizsgáltuk ilyennel is, tehát az, hogy egy felületnek mennyi a lágyítóvesztése, milyen struktúrát lett egy PVC-nek, egy műanyaglemeznek a felszíne, ezt elektromikroszkóppal, ami nagyon egyszerű, úgy néz ki, mint egy pici kis lencs, amit viszek a tetőn, ráteszek a PVC-re, és akkor ugye a telefonomra már érkezik az információ, gyönyörű meseszép képeket csinál. Nagyon érdekes, a szakma nagyon nem használja, de a PVC öregedésére jó információ. Mi azt szoktuk csinálni, hogy ugye egy fontos kérdés, hogy mikor nagyon öreg a PVC? Egy, akkor már biztos nagyon öreg, amikor nem tudom hegeszteni. Tehát egy hegesztési próbát szoktunk mi, ha nincs más lehetőségünk egyéb tudományos diagnosztikai lehetőségre, akkor hegesztési próbával vizsgáljuk meg az anyagnak a lehetőségét. Ez szintén egy olyan fotó, amikor egy felrobbant kémény borította be a szűrőhiányába, vagy a szétesett szűrőhiányába a tetőt. Sajnos ez ilyenkor teljes tetőcserével jár. Ugye a tönkremenetelünk egy másik lehetőség, ami lehet kivitelezési hiba is, ugye a műanyag lemez szigeteléseknél úgynevezett fóliabádogokat használunk. Ezek a fóliabádogok, ugye ez egy fémlemezre kasírozott, gyárilag kasírozott műanyag lemez, amely egyszerűvé tesz csomópontok, lábazatok, felülvilágítók, sávfelülvilágítók, gépészeti lábazatok elkészítését. És ezeket a PVC-vel kasírozott bevont fémlemezeket ugye toldanunk kell. Ez ugye lehet 2, 3, 4, 6 méteres, attól függ, milyen hajlító géppel rendelkezik a kivitelező gyártani. Amennyiben a toldószalagokat, amit itt látunk, ez egy toldószalag, hogyha az szakmailag nem megfelelően készül, akkor sajnos az következik be az idő múlásával, hogy a folyamatos ciklikus fóliabádok, fémelemek, mert mondjuk az alapanyag ugye fém, amire rá van kasírozva a műanyag lemez, ezeknek a hőmozgás egy olyan folyamatos terhelést ad a PVC-nek, amennyiben kivitelezési hiányosságot követtek el, és mondom is, hogy van is kivitelezési hiányosság, akkor ha tetszik, hanem a nagy szakadási nyúlású szövet hordozó betét nélküli toldószalag alkalmazása mellett is sajnos a tönkremenethez vezethet. Ezek a kivitelezés technikai hibáját, az a probléma ezekkel, ugye, hogy nekem arra van szükségem, hogy amikor fölteszek egy toldószalagot, a csatlakozási hézegig ugye forrólegővel hegesztjük ezeket a lemezeket, a hegesztést nem vihetem ki. Ha bemegy nekem a hő hátra, tehát a toldási vonalba, akkor ott letapadások keletkeznek, tehát azt az anyagot, aminek több száz százalékos szakadási nyúlással kellene bírnia, pozícionálom a háttérszerkezethez, így ezzel megakadályozom azt a lehetőséget, hogy ez később több centiméter tudjon tágulni, összemenni, és ugye ez, ahogy változik a hőmérsékleti ciklus, az szerint ezt leköveti. Ez egy kivitelezési hiba, és ez ebből származik. Vannak olyan tetőink, ahol belső hatás van, ez egy belső hatás, ugyanis kigyulladt belül az elszívó, és szó szerint átégett a vápavonalában, volt egy belső-beltéri elszívó vezeték, és abban valószínűleg a lerakódások olyan mértékűek voltak, ami gyúlékony is volt, hogy begyulladtak, és a mennyezet alatt egy olyan folyamatos hőhatás keletkezett, hogy szinte átégett a rétegrend. Ez a fotó azért érdekes, mert ugye azt mondjuk, hogy sokan laknak, sokan dolgoznak egy városba, nem ipari környezet, ez éppen Budapest, Újpest ez a fotó. Azt gondolná az ember, hogy itt a szennyeződések, lerakódások mérsékeltek. Ez egy újpesti tető, és a színe inkább közelít majdnem az antracithoz, és világos szürke volt a beépítési állapotban az anyag.
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból Budapest, nem Budapest, tehát vagy agglomeráció, vagy egy távolabb ipari zóna Magyarországon is nagyon szennyezett zónáink vannak, ami nyilvánvaló, ahogy a tetőink így néznek ki, hát sajnos mi, mint emberek, akik itt élünk, bennünket ezek a hatások ugyanúgy érnek, még ha nem is veszünk róla tudomást. Ugye vannak egy tető tönkremenetelének kivitelezési hibák is, ez egy PVC, nem gondolná az ember, hogy ránéz. Ez egy PVC, amit ragasztással próbáltak, mert ugye voltak régi-régi rétegrendek, amit az előbb említettem, amit úgy döntöttek annak, hogy nem szedünk le, drága, nincs rá pénzügyi fedezet, ezért a régi rétegrendre találtak valami ragasztót valahol, és a PVC-t ezzel a ragasztal megpróbálták az aljzathoz leragasztani. Körülbelül ez az anyag, mintha egy keltészta körülbelül hasonló lett, tehát olyan hatáson vagy változáson ment át az anyag, ami igazán már nem hasonlít a PVC vízszigetelésre. Ugye a tetőinknek az, hogy meddig működnek, mindig azt mondjuk egy tetőszigetelés elkészülte után, ugye egy karbantartási, tetőkarbantartási, egy gondozási információk, mindegy, minek mondom, vagy közelítem meg, szerint kellene az épületeket karbantartani. Egy tető azzal, hogy elkészül, megtettem egy lépést, de ahhoz, hogy a következő 20 évben még mindig ellássa a teljes körülön a funkcióját, ahhoz nekem segítséget kell adnom a tetőknek. Karbantartanom kell, takarítanom kell, főleg attól függ, hogy ugye mennyire zöld környezetben van az épület, nagyon komoly lerakódások vannak, amely veszélyeket jelent magába. Ez csak éppen egy olyan oldala, ahol a lerakódások folyamatos nedvességtartalmat tudnak biztosítani a mohának, és egy mohás lerakódás van, de ennél durvább dolgok is vannak. A múltkorában csak példaként az operaháznak van az Eiffel-háza, amit annak ide Eiffel-csarnokként ugye építettek a nyugati után, és az át lett alakítva az operaháznak próbaterem, bemutatóterem, díszletraktár, díszletműhely, stb. Platánfák vannak a környéken, és a platánfákról hihetetlen mennyiségű növényi vegetációs anyag érkezik, vákuumos vizelvezetések voltak, vápaszerkezetek, és elfelejtették a karbantartást, azt az évi kétszeri karbantartást, amit szoktunk ugye kérni, javasolni, elfelejtették ugye ezt megcsinálni. Jött egy nagy felhőszakadás, talán 2-3 hónap ezelőtt volt, vagy 2, és az következett, hogy teljes vápahozba ledugult a teljes rendszer. Na most ez egy olyan könnyű szerkezet, nem tudom, mindenki vagy el, a nyugati pályadon biztos sokan jártak már, ellacélokból, szegecselt kapcsolatokkal, tehát azt kell mondjam, statikailag egy nagyon, nagyon kihegyezett és kiélezett szerkezet. Ezeknek nagy teherbírás tartalékai nincsenek. Egy szerencsénk volt, ugye szétázott az egész Eiffel-ház, mondjuk, de az volt a szerencse, hogy annak idején elég mostoha rétegrendek voltak, volt, amit a műemlékvédelem is benne volt ebben a dologban, van, ami megmaradó, de nem kellett volna, van, ami cserére került, de nem kellett volna. Ez egy kicsit nem biztos, hogy jó volt kezelve, de ez legyen az ő bánatuk. A lényege az, hogy mivel voltak ilyen polikarbonát lapok is beépítve, teljesen hülye mód a tetősíkkal megegyezően, kiemelés nélkül, ezért olyan csomópontok voltak, hogy ezek a polikarbonát lapokon keresztül kettős üregkamrás polikarbonát lapok voltak, hogy sajnos nedvesség tudott bejutni. Ezért úgy döntöttünk, hogy a PVC-vel béreltük ki a vápa szerkezeteket, és mert csak azt lehetett szigetelni, a többi az nem, az vagy fémlemezfedés volt, vagy polikarbonát, betettünk szellőzőket, hogy esetlegesen bekerülő nedvességet tudjuk szárítani. És ez volt a szerencsénk, ugye feltelt a vápa, elérte a hagyományos PVC-be beépíthető szellőzőknek a fed lap vagy a felső elemének a síkját, és ezen keresztül lecsapoltuk a tetőt, ami egy totális ázás jelentett a csarnokba, de a tető leszakadása nem következett be. Ellenkező esetben ez a vészszelep vagy vészszelepek nem álltak volna rendelkezésre, leszakadt volna a szerkezet. Tehát ebben a pillanatban a karbantartás hiánya, ugye azt tudom csak ezzel mondani, hogy nagyon veszélyes problémákat is érinthet, pláne olyan belső területeken, ahol víztúlfolyó rendszerek nem kerülnek kialakításra. És ez a lényeges szempont, nagyon sok épület van felújításban, pláne, ahol ugye ez egy újkori tudománynak a része, hogy víztúlfolyó rendszereket alakítunk ki csarnokokon, épületeken, ezek a régi épületeink ezeket nem tudták. És sajnos, amikor átalakításra kerülnek, nem mindig ez a szempont, ez nem mindig kerül kezelésre.
A diagnosztika lehetőségek, ugye itt Dániel elmondta, nagyon sok diagnosztika lehetőség van. Mi az egyszerűbb, én csak az egyszerűbbeket szeretném itt megjegyezni. Az egyszerűbbek, ugye ma már használunk műanyag lemezett szigeteléseknél nagy feszültség elektromos vizsgáló készüléket, ez egy dry roof, egy száraz vizsgáló készülék. A lényeg az, hogy körülbelül vízszigető lemez vastagságának függvényében, de nagyságrendek 10 000 volttal megy ki a feszültség, és ezzel a műszerrel ugye egy testet adunk a földelési rendszerbe rákötve, ez lehet villámvédelem vagy bármi egyéb, ami a földelési rendszerbe bekötött, és az a lényeg, hogy a 10 000 volt egy nagyon kicsi áramerősséggel átszalad, és a legkisebb varrathibán, mechanikus sérülésen keresztül rövidre zár az áramkör, ezt a műszer jelezni fogja úgy digitálisan, hanggal, és akár még ha olyan a sérülésnek a mértéke, akár ívet húz, tehát szikraképződéssel is jár. Ez egy újkori műszer, most már eléggé gyakori, az épületeink 90%-át szinte, most az újakról beszélek, de a régit ugyanígy tudjuk vizsgálni, az újakat szinte teszteléssel, mert hogy árasztási próbákkal nem tudunk kontrollálni, mert a szerkezetek ugye ezt nem tudják statikailag, ezért ezzel a műszerrel vizsgáljuk le az épületeinket. Ugye amikor egy felújítást tervezünk, az új rétegrendet, akár hő- és vízszigetelés, bármelyikről beszélek, ennek rögzítésre lesz szüksége. Maradnak a rögzítés, ugye lehet mechanikus rögzítés, akkor most gyorsan elmondom, lehet ragasztás, lehet rögzítés mechanikusan, és lehet leterhelt. A régi épületeink általában statikailag alkalmatlanok arra, hogy leterhelt legyen. A ragasztásos rendszer, amennyiben az a döntés, hogy ott lévő rétegek egy része vagy teljes körön megmaradnak, akkor nem bízhatok, vagy legalábbis én nem bízok abban, hogy mennyire lesz ez a ragasztás, mennyire bízhatom le az új rétegrendet a régi rétegekhez való ragasztásos kapcsolatra. Ezért, ha lehet, a mechanikus rögzítést alkalmazzuk. Ez régi tetőknél azért elég nehéz megtalálni olyan rétegeket, amely megfelelő kihúzó erőt tudja produkálni. Ezért szinte felújításokkor elkerülhetetlen a szakító vizsgálat elvégzés, és végül is ezzel a vizsgálattal határozzuk meg a rögzítő elemeknek a típusát és a rendszerét. Ugye amikor eljutottam oda, hogy átvizsgáltam dolgokat, akkor, amit az előbb is említettem, meg kell határoznom, hogy mik azok az anyagok, amiket ugye szanálok, mi az, ami maradhat. Meg kell határoznom a hőszigetelés típusát, vastagságát, szükség szerint akár épületfizikai számításokkal lehetőség van rá megerősíteni, hogy jó az elgondolás, amit kiválasztottunk. Ki kell választanom a csapadékvédelmi szigetelőlemezt is, ki kell dolgoznom a rögzítési rendszert itt, ahogy az előbb mutattam, ahogy beszéltem a szakítóvizsgálatról. Összegeznem kell, ugye amit már az elején megbeszéltünk egy megrendelővel, egy elvárt igényeket, illetve az üzemeltetés során egyéb olyan igények, amelynek a tetőre hatása lehet. Ezeket itt kell tudnom összegezni. Nagyon nehéz egyébként a megrendelőkből kicsikarni azokat az információkat, amellyel én teljes körön felvérteződhetek arra, hogy a lehető legjobb rétegrendet tudjam kiválasztani a tetőhöz. Néha olyan információk utólag derülnek ki, ami sajnos már a tető felújítás lezajlott, és még jönnek olyan elvárások, amit jó lett volna tudni az elején. Ugye akkor, amikor egy tetőt felújítok, áll a tetőből, ugye hő- és vízszigetelek, de az, hogy vízhatlan legyen a tető, és új csapadékvizsgáló szigetelés kap, esetlegesen hőszigetelés kiegészítése együtt, vannak kapcsolódó szerkezeteink. Vannak. És ezt nem szabad elfelejteni. Nagyon sok olyan kapcsolódó szerkezet van, amelyet egyszerűen nem szabad kihagyni a számításból, mert akkor, amikor egy tetőt felújítunk, ugye egy teljes körű visszhatlanságot szeretnék az építményre biztosítani, úgymond a záró részről, tehát a tetőfödém irányából, de ugye itt vannak felülvilágítók, amely például így néz ki, egy polikarbonát lap, mondjuk ez a jobb oldali polikarbonát lap, ez egy jéghatás után van, tehát egy nagy volumenű, nagy szemcséjű jégesőt is kapott. Most minél öregebb a polikarbonát lapok, ugye beépítés ideje minél hosszabb, sajnos ezek a öregedés által, ahogy vékonyodnak folyamatosan ezek a lemezek, a jégesés, a jégesőre annál inkább érzékenyebbek. Ez egy pont egy cserét, egy donga felülvilágítónak a polikarbonát lapok cseréjét mutatja. Ugye a tetőn vannak gépészeteink.
A gépészetek szintén azt kell mondjam, hogy ahhoz, hogy visszatlanodjon a tető, ezek a gépészetek hely kell, hogy álljanak. Azt kell mondjam, hogy a magyar piacon gépészeti, vízhatlan gépészeti tetőre beépített gépészeti kultúra eléggé gyenge lábakon áll. Sajnos általában ez a tervezőink figyelmét is, ezeknek a csomópontoknak a jóváhagyatás, az engedélyezés, a megfelelő csomópontok kitalálása, ez valahogy akár még új nagy projekteket nem akarok megnevezni, de sajnos ezek nincsenek kezelve. Amikor ugye beszélünk arról, hogy egy újraépítek egy tetőt, ha hőhidas pontokat, hőhid jellegű pontokat meg szeretném szüntetni, ez egy fotó azt mutatja, hogy ez egy téli fotó, vagy egy december reggeli fotó, amikor azt mutatja, hogy egy átvezetés, ahogy látszik, hogy sugarasan szinte a dél le van olvadva, tehát ebből mindenfajta vizsgálat nélkül, tehát szemrevételezéssel el tudom dönteni, hogy hőtechnikailag egy alulméretezett dolog. Ugye a gépészeink meg az elektromosok össze szoktak találkozni, és akkor együtt ötletelnek, és akkor volt egy átvezető pozíció, és akkor gyorsan, ahol átjött egy cső, látva, hogy néz ki, gyorsan az elektromos is becsatlakozott, hogy ne kell még egyet csinálni. Aztán az elektromosok tudnak olyat is, hogy átfúrják egy-egybe a szigetelést, átvisznek egy gégecsőt, és felteszik a kérdést, hogy mikor lesz ez vízhatlan. Hát valószínűleg semmikor. Most egy kicsit gyorsítok, mert nagyon elment az idő. Egy példa, hogy lehet, ez egy gépészeti gondolat, amikor látjuk ezt a kábel köteget egy armaflexes csőhéj borítással, ő gondolta, hogy így megszerelte, és a vízhatlanság innentől attól, hogy rárakunk, mint egy újságot a tetejére, egy PVC darabot, ezzel megoldódott a vízhatlanság. Természetesen nem. A jégesőink olyan mértékűek manapság, hogy ez egy fenkol jellegű gép a tetőn, ennek a hűtő lamelláit látjuk. Hát ez Tatán volt, ez a, nem is tudom, 4 vagy 5 éve volt, egy akkora jégeső volt, hogy szinte megsemmisültek a függőleges pozíciója, a hűtőlamellák függőleges pozíciója, tehát oldalirányú jéghatás eredményeként szinte megsemmisült a klíma a tetőn. Aztán még egy ilyen érdekes dolog, most a gépészeteknél tartunk, ahol azt látjuk, hogy itt is egy kábel köteg, hirtelen befordult a szigetelésbe, hozzá még van kábel csatorna is, elektromos kábel csatorna is, szintén ott átdöfi a tetőt, és várják a vízhatlan lehetőséget. Ilyenkor nem kezelhető a dolog, ahogy mondjuk, két lehetőség van visszabontani mindent, vagy egy olyan felépítményt kell építeni, amely jótékonyan eltakar mindent. Aztán vannak gépészeti átvezetések, amikor erőkábeleket vezetnek, vannak, van egy rádiusza, ugye, mert lehetőség határai vannak egy nagy erőkábelnek, a elektromos kábelnek a hajlíthatóságát illetően. Ilyenkor egy csoda módszert vett be a szakma, úgy hívják, hogy poliuretán hab, helyszínen habosodó, és gondolják, ezzel minden megoldott. Ugye a tetőkön a vízelvezetés egy lényeges kérdés, ugye ez manapság műszakellenőröknél, mindegy, bármelyik irányt mondom, ez egy szokásos vesszőparipa, de én egy kicsit azt gondolom, hogy túl van dimenzionálva. Természetesen az a jó, ha egy csapadék hatás után a víz minél hamarabb eltávozik a tetőről és megy a maga útján. Nyilvánvaló, ha valami akadályoztatva van, ilyenek a hasznosított tetők például, ahol a tető vízszennyezése akár napokig is elhúzódhat, mire a teljes körű, vagy akár már következő eső megjön addigra, mire a teljes száradás, rétegrendi száradás bekövetkezik. Én nem tartom ezt annyira tragikusnak több dolog miatt. Annak idején csináltunk Magyarországon, márkanév nélkül mondom, olyan tetőt, ami 180 ezer négyzetméter volt, és lejtésmentes, és Magyarországról beszélek. Ami azt jelenti, hogy semmifajta, sem a szerkezet, sem pontralejtés, sem korrekciós elemek, semmi nem volt beépítve, és meg kell mondjam, működnek azóta a tetők. Németországban nagyon régóta divat volt ilyen tetőknek használata, akár itt Dánielnek elhangzott ez a szürke vizes hűtési lehetőség. Ezek a tetők érdekes tetők. Van, amikor rossz, hogy ott van egy vízlencse, van, amikor azt kell, nem biztos, hogy rossz, hogy ott van a vízlencse, egy biztos jó tető kell hozzá, ezek a lejtésmentes tetők csak egy esetben tudnak működni, hogyha olyan a szigetelésnek az állaga, meg a kivitelezése. Ugye ugyanilyen átvezető szerkezetek, amik kapcsolatba kerülnek a tetőinkkel, ilyen a villámvédelem is.
Ugye a villámvédelemnél mindig el szokták felejteni, hogy amikor egy tetőt felújítunk, a villámvédelem ugyanúgy újragondolásra szorul, mint a tető egyéb műszaki területei vagy részei is. Tehát ugyanúgy földelési ellenállásokat mérnem. A szondákat kell, ugye földelési rendszereket kell, körföldelés, szondás, milyen jellegű a földelés, ezeket vizsgálni kell. Egy biztos, hogy ellenállásmérés kellene. A felfogó hálózat, hogy milyen felfogó rendszereket építünk, ugye ez eldöntés kérdése, de a régiek, ugye, amik a tetőn annak ide 70-es, 80-es években készültek, ezek ezt nem tudják. Általában ezt szanálásra kell ítélni, és újra kell készíteni az egészet. Ugye amikor így végigvettem mindent, akkor ugye jön az, hogy meghatározom a rétegrendet, amit szeretnék, felújítási terveket kellene készíteni. Ez szintén, ez, ahogy többször céloztam már a gazdasági hátterünkre, a piac gazdasági hátterére, ez az, ami nagyon ritka esetben szokott előfordulni, hogy felújítási terv készül. Szerencsés lenne egyébként, ha minden egyes, most komolyabb, nagyobb, tehát nem egy családi háztetőfelításról beszélek, vagy egy óvodáról, vagy egy bölcsödéről, szerencsés lenne a nagyobb projekteken előfordulni. Nem mondom, hogy nem volt már ilyen, de nem ez a jellemző. Ugye akkor, amikor a felújítási tervet készíteném, vagy legalábbis átgondolom, az egyéb szakágakkal ugyanúgy le kell egyeztetnem, hogy azok az előbb bemutatott fotókon, rémisztő fotók mondjuk így talán, hogy ezek ne következzenek be, szerencsés lenne, ha a szakágakkal, akár az elektromossal, gépésszel egyeztetni, illetve eljutunk oda a napelemhez, ugye, hogy most ha nézek egy speciális szegmest a felújításokból, hogy azért szeretném felújítani a tetőt egyszer, mert visszigetelésileg már nincs rendben, egyszer azért, mert energetikailag nincs rendben, és azért is szeretném felújítani, mert napelemet akarok telepíteni. Na most hogy függ ez ezzel össze? Hát úgy függ össze, hogy én azt gondolom, ez egy megfelelő gondolat, hogy a napelemek futamideje is évről évre, ahogy a technika fejlődik, hosszabb lesz. Ami azt jelenti, hogy logikailag, most jártunk így egy tetőn Miskolcon, hogy napelem telepítés volt, a tető ázik, fel kellene újítani, tele van napelemmel, szinte mozdulni se lehet a tetőn, de van egy szerződése a tulajdonosnak a kelet-magyarországi áramszolgáltatóval, amelyen megvan, hogy nem tudom, 2025-ig neki azt a napelem mezőt, mert több ezer négyzetméter felületről beszélek, napelem felületről, neki arra szerződése van, ő nem állíthatja le. Tehát most az történik, hogy ázik a ház, hol az egyik polcra folyik, hol a másikra, hol az egyik árucsomagra, hol a másikra, de nem tudnak mit tenni, sajnos a szerződés kötelezi őket, és addig, míg a szerződés él, a napelem ugye áramátvételi szolgáltató, vagy a elektromos szolgáltató felé működik, vagy míg tart a futamidő, addig sajnos nincs lehetősége változtatni. Most azt várják, hogy lejár a futamidő, és a futamidő után azonnal le kell bontani teljes napelemrendszert az alátámasztó, ugye háromszög szerkezettel együtt, és tetőfelújítás, és a napelem újraépül. És ez azért lényeges szempont, hogy ugye egyre több van épület van, most próbálok gyorsítani a napelemeknél, ugye a régi épületek, újaknál is nagyon divat, amihez a tető rétegrendet már úgy kellene meghatároznom, hogy ennek a statikai terhelési részeit, az egyéb reflexziós akár hatásait, a beépítési módját, a rétegrendre való hatását figyelembe kellene venni. Ugye sajnos ennek még nem alakult ki a műszakiassága, azt gondolom nem alakult ki tökéletesen, mert ugye nem járható, ezt ugye mondhattam az elején is, most főleg nem járható lapos tetőkről beszélünk. A nem járható lapos tetőkre most olyan funkciót telepítünk rá, nem elég, hogy már ott vannak kint klímagépek, ott vannak kint légkezelők, ott van sok minden a tetőn. Már ott tartunk, ugye, hogy ezt a nem járható lapos tetőt, amit rétegrendben megfogalmaztam és megépítettem, most napelemmezőként szeretném hasznosítani. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy majd mindjárt mutatok, gyorsítok fotókat is, azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán veszik ezt figyelembe. Én azt gondolom, egy napelem telepítés esetén igenis már a tervezéskor, a rétegrend meghatározáskor szempontokat kellene, napelem irányából érkező szempontokat kellene figyelembe venni, akár a terhelési értékre, akár a hőszigetelésnek a nyomószilárdságra. Most mi, amiket építünk és tudjuk, hogy napelem mezők lesznek, már 100 kilopaszkálos közeggyapotokat építünk be felső rétegnek. Illetve már létezik, most építünk egy másik helyen egy olyat, ahol akvapanál kerül be a rétegrend tetejére,
a közegyapott rétegre energetikailag számolta megfelelő értéket tudó, azt hiszem talán 26 cm közegyapott hőszigetelés, és ez még egy akvapanált is kap, tehát olyan feletti kérget képezünk a tetőn a műanyaglemez visszigetelés alatt, ami hihetetlen, akár kis felületű, majd pontszerű terelési értékek vagy esetekre is megfelelően működik. Ugye egy tető rekonstrukciónak vannak elvei. Az elvek ugye az, hogy a legfontosabb elv, hogy hogy kell nekem a tetőt átalakítani, a már eldöntött, az előbb eldöntött műszakiasságtól felépítve, hogy kell megtennem. Azt szoktam mondani, hogy lakottan vagy nem lakottan. Ugye a lakottan a nehezebb, tehát az, hogy pláne egy gyárnál, az, hogy egy fél évre, most attól függ, mekkora felületről beszélünk, de például annak idején felújítottunk, volt ilyen tetőrekonstrukciók, szintén márkanév nélkül mondom, 100 000 négyzetméter volt a tetőrekonstrukció 12 évvel ezelőtt, 100 000. Nagyon hihetetlen nagy feladat volt, és ugye a 100 000 négyzetmétert úgy kellett felújítani, hogy alatta az élet ugyanúgy ment tovább, folyt, ahogy eddig. Vagyis nagyon sok volt a szanált szerkezet, nagyon sok volt az új beépített anyag, ennek ére a minden munkanap végére ott kellett tartanunk, hogy ahogy reggel kezdtük beázásmentesen a tetőt, bármilyen stádiumában volt a felújítás, annak estére szintén visszatlanként kellett, hogy ott hagyjuk éjszakára. Ez egy nagyon nehéz feladat. Ugye ilyenkor egy ilyen összetett szerkezeteknél az, hogy mit újítok föl, hamarabb ezt figyelembe kell venni. Nyilvánvaló logikailag, ha például cserélek ahogy az előbb egy fotó mutattam, a sávfelővilágítóknak a polikarbonát héját, akkor logikailag nem az elkészült új műanyaglemez szigetelésen teszem ezt, hanem a hécseréket lebonyolítom előtte, amikor a régi szigetelésnek fája beépítési módja, vagy éppen hozadéka, és nem az újat terhelem vele. Egy érdekes feladat, amikor fémlemez szerkezetű tetőket akarok átalakítani, és ezekből képezünk lágyfedésű műanyaglemezes szigetelési tetőket. Ez egy nagyon érdekes feladat, érdekes munka, komoly műszaki kihívás, nagyon sok tennivaló van, vizsgálandó, átgondolandó, mire ide eljutunk. Ezek elég kevés feladatok, hogy így mondjam. Műanyag lemezekkel olyan régi építményeket, ipari építményeket is tudunk felújítani. Ez egy negyed donga szerkezet, szintén fémlemezfedésű volt, hőszigeteltük és PVC-vel, tehát műanyag lemezzel lett átalakítva. Ilyen egy olyan érdekes szerkezet, amire itt találkozunk egy ilyen csomóponttal, és azt mondjuk, hogy na akkor hát ebből visszatlan szerkezetet kell nyílászárostól, vápástól, dongástól kialakítani. Ez már egy tetőfelújítás, amikor elindult, ugye eldöntöttük közegyapot vagy nem közegyapot, eldöntöttük a vastagságokat, lejtésviszonyokat, PVC-ket, és elkezdtük építeni. Ugye egy tervezett, nyilvánvalóan egy tervezett számítás alapján döntöttük el a rákerülő kiegészítő hőszigetelést. A polisztirol lapok, amiről beszéltem, ugye ezek a polisztirol lapok, ez egy megbontott régi tetőszigetelés a 70-es évekből, akkor még más módon egy kicsit más volt a gyártási módszere is ezeknek a polisztirol, expandált polisztirol tábláknak, de ez olyan mértékű rögzítés hiányába, olyan mértékű zsugrodást szenvedtek a táblák, hogy akár egy-egy ilyen 1 méter-2 méteres táblák voltak, ő emlékszem, akár egy ilyen tábla hosszúságnál akár 8-10 cm-es zsugrodási hézakok is kialakultak. Ugye eljutottunk a napelemes rendszerekhez, és most tényleg felgyorsítok, mert idő van. Ugye el kell döntenem, hogy milyen módon építem be, milyen módon terelem a tetőkre, milyen határok vannak, amiket figyelembe kell vennem, és azt is tudnom kell, hogy ha én egy tetőre garanciát vállalok, és jön egy napelemes cég, bárkicsoda, annak ugye át kell adnom beázásmentesen a felületet, és ahogy szokták mondani, ugyanúgy beázásmentesen kell, hogy visszakapjam. Ez sajnos nem mindig következik be. És az a baj, hogy a napelemmezőket, amikor telepítjük, olyan sűrűn telepítjük, hogy szinte hozzáférhetetlenek a tetők. És ennek ugye a fő problémája, amit látunk itt például, ez nem egy előre tervezett, ez egy kicsit helyszínen ötletelt megoldás, ahol használtak betonlapot. Sajnos itt mutatom mindjárt,
olyan módon telepítettek, hogy semmifajta kontroll a gondolkozásban nem volt. Azok a tetőösszefolyók, itt egy vákumos összefolyót látunk éppen a kábelcsatorna alatt és mellette fölötte részben a napelemet, hogy ezeket az összefolyókat tudnom kell takarítani, karbantartani, évente kétszer tisztítani. Itt vannak a tervezési, egyeztetési hiányok, hogy új, olyan módon nem telepíthetem a, majd egyszer mondom, nem járható tetőinket, nem tereltem olyan módon, hogy annak a működését, karbantarthatóságát ne tudnám biztosítani, szinte ellehetetlenül ilyenkor a funkció. Ugye bevetették itt a hullámos térkövet is, mint letelő szerkezetként, tehát amit találtak a tüzében a szomszéd faluba, vagy nem tudom, mindegy, valonnan hozták, mindent bevetettek, nehezen tudom elképzelni, hogy ez a tudatos tervezésnek az eredménye nem. Kilót akart elérni, azt a kilót, amivel ott szeretné a napelemet tartani, az első szélvihar ne szedje le a tetőről, és akkor bevetettek mindent, amit találtak. Ugye így zajlik egy napelemtelepítés. Sokfajta módon lehet, ugye erre most nem akarok kitérni, ez legyen majd egy napelemes valami előadás majd máskor valaki részéről, akinek ez a fő iránya, de egy biztos, hogy a mi tetőink a nem megfelelő szakmai tudással bíró tetőre telepített szerkezeteket, akár napelem, akár más, nem erre vannak méretezve. És az elején, ahogy kezdtem, az egyik probléma az, hogy tetőket újítunk föl, és néha azok a funkciók vagy elvárások, amit a tetőnek, szegénynek mondom így, mert szeretem a tetőket, mivel csinálom, szeretem a munkámat, azt kell, hogy mondjam, hogy méltatlanul nem kapja meg az a tető, amit érdemel, inkább azt mondom, hogy legyalázódnak, nagyságrendi élettartamot veszítenek ezekkel a nem megfelelő használatokkal. Aztán gyorsan, és akkor már be is fogom fejezni, elnézést, hogy kicsit túlcsúsztam. A bontott anyagok kezelése, ugye itt nagyon sok tennivaló lenne a szakmában. Annál is inkább ugye minden új anyagnak a gyártása egy komoly energia felhasználást és, hogy mondjam, veszteséget jelent természetnek, az életterünknek, mondhatom így is. De annál nagyobb veszteség az, hogy ugye a magyar piacon most jelen pillanatban még azt gondolom, az új építési szerkezetek még jól mennek, de ez nem fog nagyon sokáig tartani. És eljött az az idő, amikor a 90-es, 80-as, 90-es vagy a 2000-es évek környékén épített tetőknek eljöttek a felújítási időszakai lassan. Igaz ez a bevásárlóközpontokban, ipari üzemekre, egyebekre. Olyan mérhetetlen, ha csak egy, nem akartam ilyen matematikát a fejembe felállítani, de sok millió négyzetméterről beszélünk, amelyet ha cserére ítélünk, akár azért, mert napelemet szeretnék telepíteni, és annak a hőszigetelésnek, akár a diagnosztikai módszerekkel eljutottam oda, hogy mindenképp egy kontrollt is gyakoroljak a gondolatomon, eljutottam oda, hogy ez az anyag nem fogja tudni a továbbiakban ellátni a funkcióját, sem a teherviselő képességét, sem ugye a hőszigetelő képességét már nem tudom komolyan figyelembe venni, akkor a szanálás szó kell, hogy előtérbe kerüljön. De amiről most beszélek, több millió négyzetméternél, ugye annak idején, hogy az energetikai elvárások, szabályok változtak, ugye indultunk még annak idején 10 cm hőszigetelés körül volt közegyapotban egy 0,4-es K-érték, amikor ugye K-értékként volt még megfogalmazva, de ha nem számolok csak egy 15 centivel is, 15 centinél is több millió négyzetméternél akár 1-2 millió köbméter bontott anyagot eredményezhet. Így, hogy mondom, 1-2 millió köbméter. Erre már én azt gondolom, ez egy olyan lépték, ami stratégiailag, akár a hőszigetelőanyag gyártók, vannak akik például polisztirol gyártók, volt már ilyen lehetőségünk, ahol a szennyezésmentes polisztirolt visszavették, a bontott polisztirolt, és bedarálták alárendelt termékként. De ugyanígy a közeggyapotban ez azt kell, hogy mondjam, hogy erre még a piac nem alakult ki, hogy vajon hová fog kerülni az a több millió köbméter. Nyilvánvaló hulladék lerakókat nem kéne ezzel terhelni, van elég terhünk elég. Én azt gondolom, hogy most a jövőre, és akkor két mondat is befejeztem, a jövőt fel kellene építenünk, eljön az az idő, amikor nem az új anyagok fognak főleg dominálni, hanem a rengeteg bontott anyag, és hirtelen fog a piacra, az országunkra, vagy nem tudom, az építőiparra ráesni, hogy hová fogjuk azt a rengeteg bontott anyagot elvinni. Ez igaz a bitumenes szigetanyagok újrafeldolgozására, igaz lesz a műanyaglemezek, mert eljött az az idő, hogy ugye most már műanyaglemezeket is bontunk felújításkor. Ebben nagyon sok dolgunk lesz.
Hát ne haragudjanak, hogy kicsit hosszú volt, kicsit kivitelezett centrikus, de örülök, hogy meghallgattam.